Köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét, ahogy azt a híradóban is láthatták, az Alba Innovárban megint történik valami. Sok szeretettel köszöntöm a stúdiumban Laufer Tamást, a Digitális Élményközpont vezetőjét. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm, hogy újra meghívtak. Jó estét kívánok! Hát nem véletlenül mondom azt, hogy mindig történik valami, mert hát szeptember óta a sztengőzőrővel elindult a menetrend. Hol tartanak most a megkezdett úton? Hát tényleg az a jó, hogy folyamatosan változik, tehát ez egy igazi utazás, én azt gondolom az Alba Innovárnak, amit történt az elmúlt két hónapban. Azért, hogy lezárjuk a nyarat, tehát volt 4 sikeres táborunk, és a 4 sikeres tábor után volt egy szeptember elejé évnyitónk, és az évnyitón az a megtiszteltetés élt bennünket, hogy a miniszterelnöki biztos úr Dajs Tamás itt volt Székesfehérváron, és a polgármester úrral közösen egy sajtótájékoztatót készítettek. Igazából bejelentették, hogy a Modern Városok programjába fogják javasolni ezt a mintát, amit az Alba Innovár elindított a városunkba, és hogy belevágjak a közepébe. Kiválasztottunk egy olyan osztályt, vagy egy olyan évfolyamot, ami egy elég széles metszetet el kell, hogy érjen, ez a 7. évfolyam volt, ezzel el tudtuk érni az általános iskolákat, és el tudtuk érni a 4, illetve a 6-osztályos gimnáziumokat is, és tartottunk az év elején egy értekezletet, tankerület segítségét is kértük, és a lényeg az, hogy gyakorlatilag szeptember közepére, már október közepéig bejegyezték, pontosabban bocsánat, november közepéig bejegyezte az összes iskola magát, tehát elkelt az összes hetedikes osztály. Most körülbelül még 2 hét van hátra a hetedikesekből. Ez azt jelenti, hogy most vagyunk 800-nál, és hogyha nyári tábort hozzáadom, akkor közel 1000 fiatal, aki már egy napot legalább eltöltött a Székesfehérvárnak a Alba Innovár intézményébe, és ők már azt gondolom, hogy büszkén mondhatjuk, hogy ők már többet tudnak a 21. századról, vagy többet tudnak a digitalizációról, mint előtte. Vagy mint a nagy átlag, talán ezt is mondhatjuk, nem? Igen, minden nap készítünk egy felhasználói elégedettség mérést, hogy így ilyen szakmaiasan mondjam, és minden gyereket megkérdezünk, egy tableten kitöltik azt, hogy a különböző területekkel mennyire voltak elégedettek, mi a javítandó, mi az, ami nagyon jó, és hogy ajánlják-e ezt a lehetőséget, ezt az intézményt, stb. És el kell mondom egy nagyon fontos dolgot, valamivel több mint az 50%-a a gyerekeknek, hetedikesekről beszélünk, nem hallott, illetve nem kapott még a programozással kapcsolatban képzést az iskolába, de nem csak az iskolában, hanem az iskolán kívül is. Tehát igazából nem tudta azt, hogy mit jelent a digitalizációnak egy alapvetése, mondjuk így, az, hogy bizonyos eszközöket be kell állítani, be kell programozni, és ez hogy is történhet. Nincs informatika óra már hetedikben? Vagy ott nem ezt veszik? Valószínűleg, ez egy nagyon érdekes kérdés, hiszen az alsóban valóban nincsen, ugye most vissza akarják hozni, de 5-től van tudtommal, illetve fakultatíve lehet korábban is informatika óra, de nem volt olyan osztály. Persze itt a gyerekek figyelme, tehát a fókuszáltsága az iskolákban az is kérdőjeles lehet, tehát nem mindegyik osztály egyen súlyozottan mondta azt, tehát hogy lehet, hogy valahol 70-30 volt az arány, valahol 30-70 volt az arány, de olyan nem volt, ahol 100% mondta volna, hogy ő vágja a programozást. Valószínűleg már amikor feljebb megyünk, akkor biztos nagyobb lesz a találati arány, viszont arra a kérdésünkre, hogy most már értik azt, hogy mi az, hogy programozás, és mi az, hogy berendezéseket vezérelni, irányítani, az ember akarata szerint, az ember gondolata szerint végrehajtatni különböző feladatokat, olyan eszközökkel, amik digitalizációval lehet vezérelni, 100% azt mondta, hogy igen, érti. És hogyha azt gondolom, hogyha csak ez az egy feladat van, hogy tartsunk egy olyan projektnapot a gyerekeknek, hogy ezt értsék meg, hogy ennek mi a lényege, akkor talán már ezért is önmagában megéri egy ilyen intézményt, vagy egy ilyen lehetőséget fenntartani, de azt gondolom, hogy azért ennél sokkal többet tanulnak, és sokkal nagyobb a lelkesedés, annyira nagy a lelkesedés, hogy igazából
folyamatosan bombáznak azzal, hogy szakkörökre jelentkeznek, mikor jöhetnek ide-vissza, mikor nyílik meg teljes mértékben, ugye ezzel kapcsolatban vannak pozitív híreink, tehát a közönség fele, de igazából Fejéváron kívülről is nagyon kíváncsiak erre az intézményre, és folyamatosan hozzá akarnak férni, de nem csak úgy, hogy meglátogassák, hanem az, hogy tényleg aktívan használhassák az eszközöket. Egyébként mi a tapasztalat? Említette, hogy kérdőívben egy ilyen elégedettségfelmérést is végeznek a gyerekek körében. Mi a kedvenc helyük? Hát... Vagy változó? Tehát van egy kis láger, és változik a kép, ahogy mondjuk azt, hogy a mi tanáraink is képzettek lesznek, illetve maga az intézmény is több tapasztalata, több know-how-val rendelkezik. De el kell mondanom, hogy az egyik a kis japán robotunk, ez a 120 centis Pepper, amit mi Albának hívunk. Tehát ma minél inkább beszédesebb lett, minél inkább többet tud mozogni, annál inkább leköti a gyerekek figyelmét. Tehát szakkörre egyértelműen megjelent igénynek az, hogy Peppert akarnak tanulni a gyerekek, illetve Pepperre meg akarnak tanulni kommunikálni, és őt akarják programozni. És itt van egy nagyon fontos hírem, hogy most indul be, jövő héten indul be az a szakkör, az első Pepper szakkörünk, egyébként kettő lesz, amiben a gyerekek fél éves, tehát mondjuk nem is fél éves, talán azt hiszem, hogy 3 hónapos feladatuk lesz, és egy albakaron, az Óbudai Egyetem albakarán egyik tanára sikerült megállapodni, hogy ő a szakkörvezetője, tehát ő nagyon bírja, hogy így mondjam, ezt a programozási nyelvet, és bírja a robotot is, meg a robot is bírja őt, tehát ők már hetek óta ismerkednek egymással. És valószínűleg a Kodály módszeres zene felismerés, tehát az a szolmizálás lesz az első feladata a Peppernek, bár ez még nem biztos, de éppen most felült fel, mint most döntünk a projekttémákba, és akkor az egyik projekttémaként, ami nekem nagyon tetszik, az, hogy a Pepper mutogatná, és nem csak mutogatná, hanem hozzá dudolgatná is, vagy szolmizálna is, és akkor itt tanítaná a gyerekeket is, és figyelni az, hogy ők hogyan reagálnak, és hogyan énekelnek erre az ő karmutogatásaira. Azt gondolom, hogy ez egy érdekes. Ez szerintem érdekes. De ugyanakkor tornaóra is felmerül még, sőt az is, hogy komolyabb dialógusokat folytassanak vele, vagy a lényeg az, hogy mindenképpen olyan programokra szeretnénk megtanítani pontosabban a gyerekekkel szeretnénk megtanítatni a Peppert, amivel a humanoidnak a funkcionalitását kapják. Tehát ne az legyen, mintha egy dobozzal beszélgetne, és akkor a válaszolna neki az a fekete doboz, hanem az a doboz éljen, doboz mozogjon, ahogy látta, ön is láthatta, meg sokan már láthatták, hogy ez a robot képes erre, de az, hogy egy intelligenciát is beleépítsenek, én azt gondolom, hogy az lesz bravúros, hogyha ez sikerül. És ez az egyik ilyen dolog, tehát ugye a Pepper a szabadulószobánk, az nagyon nagy sláger. Ott ugye ott a csapatmunkát erősítjük. Vannak, akik egy kicsit tartanak tőle, tehát hogy egy bezártság, stb., de nem. Tehát azt gondolom, hogy feloldodnak, tehát van egy olyan 40 percük, amik elfejtenek mindent, és hatalmas élményekkel gazdagodnak, én azt gondolom, amikor befejezik. És volt egy bravúros csapat, az egyik iskola csapat az 25 perc alatt kijutott, ami 10 perccel vert az akkori átlagot, vagy az addigi tehát átlagot. Tehát akkor az a rekord. Igen, van egy ilyen abszolút rekord is. Egyébként ez tényleg érdekes egy kicsit, hogy összehasonlítani a különböző iskolák, osztályok teljesítményét. Azt gondolom, hogy igen meglepődnének az emberek, amikor tudnák, hogy nem is biztos, hogy a leghíresebb iskola a legjobb adott esetben, de hát ez egy másik, ez a mi kis saját tapasztalatunk. De akkor persze még azt mondom, hogy a Lego, tehát az is egy nagyon menő dolog, a Weissflort is imádják, meg azt a kézi gyurmázást. Az az igazság, hogy mindenre azt mondják, hogy jó, meg nagyon jó. Tehát, és így nagyon nehéz így kiértékelni, hogy most ez 4-6, vagy 4-7, vagy 4-8, de valahogy azt hiszem, hogy itt van a Pepper, a szabadulószoba, a legózás, ez a három fősláger van. Említette, hogy ugye a pedagógusok is, hogyha el tudják sajátítani majd ezeket az ismereteket. No, hát nem is olyan régen, a tegnapi nap folyamán kedden volt erre lehetőségük, ahol kint jártunk, nézzük meg ezt az összeállítást, és akkor meg folytatjuk.
Gyerekek helyett pedagógusokkal telt meg kedden délután az Alba Innovár. Az általános és középiskolában oktató tanárok a programnak köszönhetően közelebb kerülhetnek a digitális alkotás és gondolkodás világához. Cél, hogy a tanárok a központban kapott tudást később a gyermekeknek is átadhassák. Nagyon hiszek abban, hogy meg kell újulni egy pedagógusnak ma módszertanilag, és nem kerülhetjük el azt, hogy digitális téren is ezt a módszertani váltást megtegyük, hiszen a jövő ebben áll. És én nagyon remélem azt, hogy ma olyan technikákat tudok itt látni, megismerkedni olyan dolgokkal, amiket be tudunk építeni a tanítási gyakorlatunkba később. Én nyelvtanár vagyok, de azt gondolom, hogy nagyon sok területen fogom tudni hasznosítani, amit ma itt látok, úgyhogy várom nagyon, hogy mi fog történni. Főző Attila hangsúlyozta, a digitalizáció nem csak az informatikusoké. Az oktatás vezetője hozzátette, a digitális élményvilág megtapasztalása bármelyik tantárgyban helyet kaphat. Így a program középpontjában a tanárokkal való közös együttműködés áll. Tulajdonképpen megmutatjuk nekik, hogy a központ hogyan működik, milyen eszközök és milyen pedagógiai elvek mentén dolgozunk, és megismerhetik, hogy mi az a munka, amit zajlik, és szeretnénk nekik néhány olyan digitális pedagógiai érdekességet, újdonságot is mutatni, amit ők is használhatnak, illetve szeretnénk kiépíteni velük egy olyan kapcsolatrendszert, ami arról szól, hogy mi nem egymás ellen, hanem egymással együttműködve dolgozunk. Tehát amit ők az iskolában csinálnak, azt mi kiegészítjük, ahhoz mi hozzáteszünk itt a központban. Még az érdekelne, ugye, hogy nem csak informatikusok, ugye, hogy az előbb elhangzott, ugye a most jelenlévő pedagógusok, milyen más tantárgyban lehet még esetleg hasznosítani az itt kapott tudást? A digitális technológia az egy nyelv. Az minden tantárgyban megjelenik, tehát itt nem programozásról szól az egész, hanem alkotásról, készségfejlesztésről, algoritmikus gondolkodásról, logikus gondolkodásról, gondolkodásfejlesztésről. Így minden tantárgy érintett, hiszen ez a digitális technológia minden tantárgyban megjelenik, még a programozás is egyébként. Az Alba Innovár nyújtotta lehetőségeket, eddig több mint 500 gyermek tapasztalhatta meg a nyitás óta. Cél a diákok fejlesztése, de mindezt modern eszközökkel, a mai kornak megfelelően. A központba reggel 8:30-tól délután 14 óráig várják a tanulókat, akik díjmentesen vehetik igénybe a digitális élményközpont szolgáltatásait. Nos, hát egy elég színes ízelítőt kaphattunk, láthattuk, hogy mennyi mindenki járt már az Alba Innovárban, és hát én azt gondolom, hogy pozitív volt, legalábbis az egy nyilatkozó pedagógusnak a hozzáállása nagyon pozitív volt, meg a tapasztalata, nem? Abszolút, bár jó lett volna másokat is hallani, éppen hallottam öntől, hogy amikor tegnap kimolt a riporter kollégája, akkor mondta, hogy azért óvatosan mentek neki a nyilatkozatnak, amit én próbáltam megfejteni, hogy valami mi lehet ennek az oka, amiben talán az is benne lehet, hogy itt nagyon sok új dologgal találkoztak a tanárok, és akkor ezzel kapcsolatban óvatosan nyilatkoztak, mert nem tudom, tehát úgy érezték, hogy lehet, hogy még nem érezték annyira sajátjuknak, vagy túl más volt, mint amit az iskolában tanulnak, de a lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy 20-valány olyan tanár volt a tegnapi nap, akik nem informatika tanárok. Voltak ők is egyébként, előtte egy héttel volt 20 informatika tanár, most pedig volt 20 olyan tanár, vagy több mint 20 tanár, akik nem informatikával, illetve soha nem foglalkoztak informatikával, és egyik oldalról nagyon élvezték, hogy milyen dolgok vannak itt ebbe az Alba Innovárnak, és hasznosnak tartották,
A másik oldalról pedig olyan megegyezések is születtek, hogy bizonyos részegységeket ki fogunk bontani majd a tanárok fele, és hát tulajdonképpen egy ilyen mini tanfolyamat fogunk nekik tartani, hogy a különböző eszközöket hogyan tudják ők beépíteni, hogyan lehet egy sikeresebb biológia, kémia órát, akár énekórát, ugye itt a Pepperrel így beszélgettem, vagy beszéltünk erről, tehát bármilyen órát tartani, amit itt a kollégám is mondott, hogy itt nem a digitalizáció van a hangsúly, hanem azon, hogy ezeket a digitalizációs technológiákat hogyan tudják úgy beépíteni az órákba, hogy sokkal hatékonyabbak legyenek az órák, és a hatékonysághoz nem csak az tartozik, hogy sokkal többet tudjanak a gyerekek fele nyújtani, hanem a gyerekek élvezzék az órákat, és 2 perc után ne forduljanak le a fókuszról, hogy így mondjam. Aztán arról is beszéltünk, ugye, hogy mikor nyit az Alba Innover, és hát arról is a napokban számoltunk be, hogy az őszi szünet az igazán tartalmasan fog telleni. Nagyon sikeres volt, és köszönöm is, hogy megkérdezték, hogy ezzel hogy állunk, ott beszélgettünk a pénteki nap folyamán, és mondtam, hogy hát igazából egy nap alatt elkelt a fele, most már elkelt a másik fele, tehát lehet, hogy még van néhány óra, egyébként a honlapon, tehát most is azt mondom, hogy nézzék meg, még lehet, hogy be lehet jutni, ugye jövő hétfőn, kedden, szerda szünnap, vagy ünnepnap, csütörtökön és pénteken nyílt nap lesz, és utána minden második szombaton lesz egy nyílt nap. Jövőben már minden hétvégén szeretnénk egy ilyen nyílt napot, ugye nagyon lassan pörgünk fel, mert a biztonságos üzem nálunk az egy nagyon fontos dolog, de itt mindenki, vagy bárki, mondjuk így, 3-4 különböző foglalkozás keretében élvezheti azt végig, vagy próbálhatja azt ki, amit egyébként a gyerekek csinálnak nap mint nap az Alba Innovárban. Remélem, hogy mindenkinek tetszeni fog, és akkor itt mondom azt, hogy köszönjük az Arkoniknak ezt a támogatást, mert ezzel a lehetőséggel, hogy ők támogattak, ezért mi továbbra is, tehát a nagy közönség fele is díjmentesen tudjuk biztosítani ezeket a szolgáltatásokat. Én azt hiszem, hogy nagyon sok érdekességről fogunk mi még itt beszélgetni a stúdióba. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást. Estimér reggel természetesen holnap is jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Tartsanak velünk, viszontlátásra!